Az országos GT szimulátor bajnokság fináléjába jutott 14 versenyzőnek egy időmérőn kellett először bizonyítania, amely 10 percig tartott, és ez alapján alakult ki a rajtsorrend. Igazi meglepetés nem történt, Fuvaros megfutotta a leggyorsabb kört, ráadásul az csak alig 0,2-del maradt el a világcsúcstól. Mögötte egyébként tizedekre és századokra végeztek az e-pilóták, de az első 4 hely valamelyikén mindig egy korábbi futamgyőztes zárt, így az első sorban még Benito fért oda, mögülük pedig Stig és Ricci indulhatott. És akkor ebben a pillanatban elindul az MNA Sune Soab döntője, Fuvaros! Nagyon jól kapt el a rajtot, be is tud jönni az első helyre, de az első kanyart vajon ugyanezen a pozíció. A rajtot követően Fuvaros és Benito jött el jól, és ők egymásra tapadva tették meg az első köröket. Mögöttük szintén gond nélkül fordult el a mezőny, de Stiget is sikerült megelőzni Ricsinek, és nagyszerű védekezésének hála elég sokáig maga mögött is tartotta. Aztán a hetedik körben a célegyenesben sikerült úgy felgyorsulnia, hogy az első kanyarban kifékezte ellenfelét, majd szépen megszerezte a harmadik pozíciót. Ezek után Ricci Gemknudlival csatázott, bár ez nem tartott olyan nagyon sokáig, mert utána All in the House zárkózott fel, és az előbb még támadni készülő Gemknudli figyelmét kötötte le. A legnagyobb küzdelem a hátsó mezőnyben alakult ki, ahol Maggie és Sub 203 talált egymásra, akik annyira egymással voltak elfoglalva, hogy a 8. körben, az utolsó szektorban a 10-es kanyarnál megcsúsztak mindketten. A nevető harmadik pedig Humbig Dave volt, hiszen mindkettejük mellett elhúzott. Tényleg nagyon-nagyon minimális bukóterek vannak, és ha a külső kerekeddel rárakod a fűre az autót, akkor lehet, hogy a falban végzed, nem biztos, hogy megéri. Körülbelül a fél távnál járt a nagy díj, amikor az egész mezőny szép lassan meglátogatta a box utcát, és új gumiabroncsokat vettek magukhoz a versenyzők. Eközben a hátsó mezőnyben kisebb-nagyobb csatározások kialakultak, de az 5. helyért All in the House bedobta magát, még Ricsit is majdnem befogta, de az IGTSH versenyzője rutinosan egy ideig levédekezte az összes támadását. Majd jött a 17. kör, amikor a célegyenes végén túl későn fékezett. Oli viszont nagyszerűen fordult rá, és kigyorsítás során könnyedén húzott el ellenfele mellett a balosban. Ezek után már olyan nagy változás nem történt, az utolsó körökben csendesen terelgették autójukat a pilóták, amikor Fuvarost elsőként intette le a kockászászló a célegyenesben. Fuvaros megszilárdította az első helyét, és gyakorlatilag gond nélkül, még a box kiállás is bőven belefért, tehát rajt célgyőzelmet aratott. Itt van tehát a bajnokunk,